Szeretek élni. Szeretek most itt élni. Mindenkinek megvan a feladata ezen a világon. Ha ezt egyszerűen és jelenben teszi, akkor biztos, hogy boldog. Te festesz? Most már 20 éve? 30? Hú, amióta az eszemet tudom. Én azóta rajzolok, festek gyerekkorom óta, de tudatosan szerintem 3 éve. És mi a különbség? Eddig gyakoroltam. Eddig csak gyakoroltam, viszont 3 éve elindult nálam valamilyen folyamat, hogy többet adok, vagy többet festek, mint egy kép. Nem tudom pontosan megfogalmazni. Több, mint egy kép. Valami más van mögötte, valami más van benne. Valami égi. Valakinek szent. Valaki sír. Amikor meg... Sőt, hú, tényleg most, hogy így visszaemlékszem, valaki... Nagyon sokan, nem is csak, hogy valaki, nagyon sokan sírtak, amikor meglátták a képüket. Gondolkodtál már azon, hogy mit keresnek az emberek a képeiden? Szerintem nem keresnek semmit, hanem találnak. Fenti irányítás alatt állok. Fentről kapom. Most tök mindegy, hogy nevezzük... a jó Istennek, angyaloknak, szféráknak, vagy más dimenzióknak, igazából biztos, hogy azt érzékelik a festményeimben, amikor meglátják. Ezért tudnak ráérezni, és azt találják meg. Az életfeladatod szorosan kapcsolódik a festészethez? Volt egy időszak az életemben, amikor megkérdőjeleztem saját magam, hogy biztos, hogy ez az én utam? Biztos a festészet? Hogy nekem is újra vissza kéne mennem dolgozni, és 8 órába dolgozni, és pénzt keresni, mert az a normális. Nem kéne nekem is inkább ezt? És akkor egy évig nem tudtam festeni. És egyszer jött egy kép egy szarvassal, aki áll az erdő közepén, és köd veszi körül. És azt a képet soha nem fogom eladni, mert az arra emlékeztet, hogy soha ne adjam fel, soha ne higgyem azt, hogy nekem más a feladatom. Az a köd, azt a ködöt, azt én saját magam teremtettem oda. Azzal, hogy nem hittem magamban. Az a köd most már felszállt, de azon a képen, azon ott marad mindig, hogy soha ne felejtsem el. Beszélhetünk arról, hogy a művésznek el kell hagynia a járt utakat? A berögzült dolgokat hagyjuk el a művészetből, hogy legyen már az is szabad. Tényleg jó pedig az, hogy az igazi művészet az a szabálytalan szabadság. Mit talál az a művész, aki elhagyja a járt utat? Hát igen, rátapintottál lényegre. Szerintem, aki elhagyja a járt utat, az tud kapcsolódni. Szerintem tud kapcsolódni a forráshoz. Bárhol is legyen, és bármi is legyen az. Szerinted bárki szakmától függetlenül tud kapcsolódni a forráshoz? Biztos vagyok benne. Aki emberi lényként van itt, az tud. Van ennek valamilyen technikája? A meditáció. A meditáció az segít kipucolni, segít letisztítani. Sablonos szavakat tudnék használni, de teljesen idővágóak, hogy megnyugszol,
letisztulnak a gondolataid, és ezt önmagad teszed magaddal. És hogyha ezt gyakorlod, akkor tudsz, akkor fejleszted ki azt a fajta képességet, hogy tudsz kapcsolódni a forráshoz, vagy bármihez. Én meditálok festés közben. Sokan nincsenek rendben saját magukkal. Talán ez a mi feladatunk. Azoknak, akik tudnak kapcsolódni, akik tudnak valamit átadni, valamit lehozni, hogy legyünk már szabadabbak, legyünk már egy kicsit gyerekek. Csak nagyon egyszerű különben, csak figyelni kell őket, hogy ők mit csinálnak. A gyerekek nagyon sokat tanítanak. Nekem a sajátom, meg aztán főleg. A lehető legfontosabb a jelenlét. Mindig visszahoz a jelenbe. Utána pedig a játék, és hogy csináljunk mindent úgy, hogy ne legyen mögötte a haszon. Mindent csináljunk úgy, hogy ez nekem mostanában főleg fontos, hogy a dolgok öröméért csináljuk azt, amit csinálunk, ne a haszonért, ne legyen benne a pénz. És ez a munkáimban is nagyon sokat számít, mert hogyha úgy ülök le, hogy fessünk már valamit, azt adjuk el, mert most ezt meg kéne venni, vagy valami, akkor nem fogok tudni festeni. Most szükségem van egy kis pénzre, jaj, adjunk el egy képet, nem adunk el képet. Hogyha úgy ülök le festeni, hogy elengedek mindent, és én most csak átadom magam a mindenségnek, akkor olyan gyönyörű képek készülnek. Eszedbe a nőről? Az egyensúly. Szerintem nagyon fontos, hogy mi nők megtaláljuk először önmagunkban azt az egyensúlyt, és szentül hiszek abban, amilyen az én világom, ahogyan az én világom alakítom belül, úgy alakul a világom kívül. Mert szerintem belül kell kezdeni, hogy kívül változzon. És mindenki csak magában tudja elkezdeni, mást hiába akarunk megváltoztatni, az nem fog menni. Magában, önmagában indítson el egy változást. Mindenkinél megérik. Mindenkinek egyszer azt mondja, hogy elég, és leteszem, és leszek önmagam. Nem hagyom, hogy irányítsanak, nem hagyom, hogy befolyásoljanak, nem hagyom, hogy parancsoljanak nekem. Hanem azt mondom, hogy felvállalom, ez vagyok én. Felvállalom, ilyen vagyok én. És el is hiszem. Nem csak úgy kimondom, hanem el is hiszem. A hit is nagyon fontos. És így egyensúlyt találunk önmagunkban, elkezdjük észrevenni, hogy megváltozik a környezetünk. Lehullanak emberek, lekopnak a barátok, azok, akik már nem odaillők. És jönnek újak, akiktől még tanulunk. És ez a folyamat, ez nagyon szép. Ha valaki egyensúlyba került, elfogadta és felvállalta magát, tud tovább fejlődni? Lehet úgy fejlődni, hogy valaki már elfogadta magát? Onnantól kezdődik az igazi fejlődés. Onnantól kezdődik, és soha nem áll meg. Mindig van valami meglepetés. Mindig azt gördítik elénk, amit meg kell tanulnunk. És addig gördítik, mindig más formákban, ameddig meg nem tanuljuk. És ha már megtanultuk, akkor kapjuk az újat. És magunkkal visszük már azt, amit már megtanultunk, és mindig érnek meglepetések. Mi
Milyennek látod a közeljövőt? Nem tudom. Nem érdekel. A most inkább érdekel. Nem gondolok bele a közeljövőbe, mert akkor elveszítem ezt a pillanatot, ami most van. Elveszi azt, hogy itt most itt legyek, és élvezzem, hogy hallom a vizet, meg szedegetem a kagylókat. Elveszi, tudod, mit veszel? Hogy tudjak gyerek maradni. Szerintem ez olyan fontos. A meditáció is szerintem arra szólítva, hogy csendesedj el, és fedezd fel, nézd a világot újra egy kicsit gyerekként. Mert a gyerekvilág az nem bonyolult. A felnőtt világ az az. Szerintem az egész világra ráfér egy frissítés. Ráfér a változás. Én ezt így gondolom.